Kreatív Sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobby Üzlet biztosítja. A múlt alkalommal apró képeslapokat készítettünk, egyszerű anyagokból, akár gyerekek is el tudják készíteni. A mai nap folytatjuk a képeslap készítést, hiszen ötletünk van rengeteg. Egy picit nagyobb, A5-ös méretű képeslapokat fogunk készíteni ma. Múlt héten bemutatott szalvéta technikával készítünk képeslapot. Rizspapírból kivágtunk ilyen kis angyalfigurát. Ilyesmit. A rizspapírt fölragasztottam egy vajszínű kartonpapírra. Miután ez egész megszáradt, a kartonpapírt körbevágtam, majd egyszerűen megégettem a széleket gyufával. Itt egy picit vigyázni kell, hogy nehogy teljesen beégjen. Miután megégettem, utána egy hurkapálcára, vagy egyszerűen fogpiszkálóra veszem a csücsköket és feltekerem, hogy ilyen papírusz jellege legyen az egésznek. Ezt a részt pedig fogtam és egy szürke tónus kartonra ragasztottam fel, ami egy vékonyabb karton, tehát nem egy 300 g-os karton, és ezt fogom most díszítő elemként használni, egy bordázott karton és egy dombornyomott karton kiegészítőjeként. Tehát megvan a képeslap alapunk, és itt van a dombor minta. Na most ezt készíthetjük úgy, hogy nem egy egyszerű képeslap alap, hanem egy fentről és lentről is záródó képeslapot fogunk készíteni. Szemmértékre megyünk, hogy körülbelül mennyi záródik innen, és körülbelül ennyi innen. Jó. Óvatosan dolgozunk, így, hogy szép legyen a nyomatunk itt. Itt azért hajlik olyan szépen, mert pontosan a bordák mentén hajlik. Így. És ezt pedig lentről, hogy egymást fedjék. Így. Közben rápróbálhatjuk, elég-e. Igen, elég lesz. Ez jön kívül. Ezt fölragasztjuk ide. És ezt fölragasztjuk ide. Amikor nyílik, egyszerűen ezzel együtt nyílik ki. Igen. Így. A felső részét ragasztjuk ahhoz, hogy lehessen kinyitani a képeslapot, úgyhogy ide fogom tenni direkt a ragasztót. És még egy kicsit erre. Használhatok többet, ugyanis itt vastag kartonokról van szó. És ez ennyi. Nagyon szép. És így lehet majd nyitni, és írni bele. Következő képeslapunk ugyancsak kék alapra készül. Következő képeslapunk újra csak kék alapra készül. Próbáljuk most megtartani ezt a hangulatot, ezt a szebb, sík, sevisik és vintage hangulatot. Amit készítünk, az már egy ilyen előre kivágott képeslap alap lesz, és ebbe fogunk majd beilleszteni egy égszínkék lapot. Megjelöljük ceruzával, hogy körülbelül mennyit kell kivágjunk. Így. Megint elővesszük az alapot, ez hátulról fog ide beragasztódni. Így. Tehát ezeknek a csíkoknak a lényege, hogy az elején picit többet nyomunk ki, ott úgy tűnik, mintha több lenne, majd a csíkot vagy végighúzzuk, és a végén ugyancsak többet hagyunk. És talán ennyi elég is lesz. Most ezt fogom, és úgy, ahogy az előbb csináltam, ezüst csillámporral beszórom. Az ezüst csillámport és jó gazdagon beszórom.
Tehát ez egy például egy nagyon jó technika üveggömböket díszíteni. Ez most így néz ki, de miután megszáradt teljesen, meg fogjuk egy száraz ecsettel söpörni, és a fölösleges csillámpor lejön róla. Ezt egyelőre így hagyjuk, félretesszük száradni, és egy picit később folytatjuk, addig meg elkészítünk egy másikat, de csak kíváncsiságként megmutatom, hogy ez ide fog bejönni majd. Egy kicsit modernebb hangvételű képeslap következik. Bordó színű alapra készítek. Ez egy 170 g-os karton, ketté tűröm. Megint csak A5-ös méretet fogok készíteni, hogy szépen gombolodjanak ki a munkáim. Tehát tudjak jó nagy díszeket készíteni. Bordalapra és fehér, fekete és ezüsttel fogok most dolgozni. Ez egy kétoldalú karton, és mind a két oldalát fel fogom használni, hogy érdekesebb legyen a díszem. Álló helyzetben fogom tartani majd a képeslap alapot, de addig is gömböket fogok kivágni ezekből az anyagokból. Veszek egy ilyen furcsa formájú gömböt. Igen, kirajzolom. Tehát esőcsepp alapú gömb. Körbe rajzoljuk. Azt hagyjuk minél halványabbra, hogy ne kelljen radírozni. Mi? Tévedette. Ez a gömbünk itt fog állni, ez a gömbünk itt, és ez a gömbünk itt fog állni. Nincs más választásunk, mint hogy szallagot hozzunk. Fekete szallagot használunk hozzá, majd ezüstöt is mindjárt. Visszahúzigáljuk, tehát addig igazgatjuk, amíg az lesz, amit mi szeretnénk belőle, akkora méretű. Így, és így. Így levágjuk, és elkészítünk belőle hármat. Nem húzzuk be csillámragasztóval. Így. Ezt ide vennem. Anyag beszívja a ragasztóból a vizet. Kicsit ott tartjuk. Itt nem baj, ha kibújik a ragasztó, ugyanis ott amúgy is jön az akasztó. A kisebbnek lett a legnagyobb masnia. A következőképpen ragasztjuk az akasztókat. Meghúzunk egy csíkragasztót, de nem tesszük bele a szallagot, mert átitatódik, és akkor nagyon csúnya lesz, hanem eligazgatjuk a ragasztót, tehát ecsettel áthúzzuk, hogy ne legyen nagyon sok belőle. És belefektetjük az anyagot így. És akkor nem itatódik át, és megmarad a szép fény a szallagnak. Hogyha ott hagytam volna a csíkot, azonnal a vizet felszívta volna, és itt most látszana egy nagyon csúnya. Ezt tesszük itt ezzel is. Szépen elsimítjuk az ecsettel.
amit innen fölösleget leszedünk, azzal. Óvatosan belesimogatjuk. Így. És akkor ezt is. Egyelőre itt tartunk, de még korán sem végeztünk. De nem végeztünk, ugyanis ehhez még illik valami ide az aljára. Na most szétnézhetünk, mert kontúrmatricánkból van, és ide fölragasztjuk csíkként. Jó? Jó. Nagyon jó. Na, örülök. Benne vagyunk mind a ketten. Úgy, megnyúlnánk. Így. Írni, és akkor még egy icipicit így fogjuk ráragasztani. Ragasztós a háta, úgyhogy azért nem nagyon. Jó. És van egy elegáns képeslapunk. Bordázott alapra dolgozunk, és A5-ös méretet készítünk. Óvatosan nyomjuk itt, mert hogy itt tudjuk, hogy törik. Különböző színű fenyőket fogunk kivágni. Jó. Akkor ezt az anyagot félretesszük. Megjegyezzük, hogy hol kell nekünk azt elvágni. Itt érződik, hogy hol van. És mindjárt kiderül, hogy miért nem dolgozok itt pontosan, ugyanis ezt a felét fogom arra használni, hogy felragasztam alapnak, itt pedig hullámosra vágom, minthogyha dombok lennének. És akkor már is így indulok. Írni. És most már havunk is van, egy havas tájunk. De hogy mégiscsak látszódjon, hogy ez egy képes lap, itt még lenyírok belőle, vagy itt. Hogy látszódjon ki a zöld alap. Kevés ragasztót teszek, és azt is jól eloszlatom, ugyanis ez vékonyabb karton, és megtörténhet, hogy átüt, hogyha nem vigyázok. Középről kifele, hogy a levegőt kitoljuk. Már is megvan a havas tájam, jöhetnek a fenyők. Két-három szöget vágunk ki, egy kisebbet. És egy nagyobbat. Ő lesz a karácsonyfa. Ő a különleges, ő az, amelyik teljesen más, mint a többi. Igazából fenyő, és ott minden fenyves. Csak igazítsuk meg.
Erre se csillampor, se semmi nem kell. Ez így, ahogy van. Az egyszerűségétől szép. Igen. Kreatív sarok Bálint Katával. A műsorban felhasznált termékeket a Kreatív Hobbi Üzlet biztosítja.